címadása is a mai siúrnak lehet, hogy kétségeket vagy kételyeket ébreszt. Ugye arról van szó, hogy az éruvot, amit a szombathatár kitolásának az érdekében rakunk ki, kevesebb, mint 2000 lépésre a lakhelyünk határától, hogy ennyivel kijebb helyezzük virtuálisan a lakhelyünket, és onnan számolódjék az a minimum 2000 lépés, vagy maximum 2000 lépés pontosabban, ameddig el lehet menni szombaton. Nos, ennek a éruvnak valamilyen ehető dolognak kell lennie. Ugye két étkezésre való, két szombati étkezésre való ehető dolognak kell lennie. A kérdés az az, amiben már elkezdtünk ma reggel foglalkozni, hogy ez objektív vagy szubjektív módon kell, hogy két főre, vagy két étkezésre elegendő legyen magyarul. Egyrészt mondjuk függnek-e a méreteimtől, tehát hogyha én egy 180 kilós sportoló vagyok, vagy egy 30 kilós gyerek, akkor változik-e a mennyiség. Másrészt pedig, hogyha vannak olyan ételek, vagy olyan szituációk, amelyekben én nem tudok mondjuk oda eljutni fizikailag azon az úton keresztül, vagy még jobb, hogy én nem tudnám megenni azt, amiből az éruv készült, mondjuk kohanita vagyok, és vagy nem vagyok kohanita, és ott truma van, vagy ugye a truma az tilos lenne profán célra, tehát én nem kohanitaként nem tudom elfogyasztani, vagy mondjuk nazír vagyok, aki megmondta magától a bor fogyasztásának az örömeit, és bor van oda kirakva, akkor én kell, hogy tudjam ezt elfogyasztani, vagy ha általánosságban az emberek fogyaszthatják, vagy vannak, akik fogyaszthatják, akkor az már ételnek tekinthető, és az éruv működik. Mit mondott Rav Simon ben Elazar? Rav Simon ben Elazarnak a mondását idéztük ma reggel, és egy másik téma kapcsán, és muszáj lesz ezt a mondást újra gyorsan elolvasni, mert ennek a mondásnak a lényegéről fogunk most beszélni. Tánya Rav Simon ben Elazar, mert Marvin a hajlő le zakenkedém zajnő. Azt tanította Rav Simon ben Elazar, hogy a beteg embernek, vagy az öreg embernek, akik kevesebbet esznek, a saját igényeik szerint lehet éruvot csinálni. Magyarul, ha egy átlag ember megeszik egy kilós kenyeret, nekik lehet a saját igényeik szerint kirakni a kenyeret, tehát mondjuk lehet egy 30 dekás kenyeret is kirakni. Ule ráftán beszúdá bejön is sokkal. De a másik irányba viszont az az ember, aki az átlagosnál falánkabb, nagyobb étvágyú, és mondjuk ő nem 1 kiló, hanem 10 kiló kenyeret eszik meg egy étkezéshez, már ezeket a mennyiséget csak én teszem hozzá, kicsit karikírozva a szituációt, de egy nagyobb étkű, falánkabb embernél nem kell az ő mennyiségét, az ő által a kielégítőnek tűnő mennyiséget biztosítani a számára, hanem elég az átlagos mennyiséget biztosítani. Tehát átlag alatt elég az átlagos alatti mennyiséget biztosítani, átlag fölött elég az átlagosat. Valóban ezt mondta Rav Simon ben Elazar, kérdezi a Talmudon. Mi a már Rav Simon ben Elazar hachi? Ha tánja, a következőt tanultuk Rav Simon ben Elazartól. Oig melech habasai piszhai kimlajai. Ha Og Basán királya halt meg, akkor az ő bejárata, kiárata az az ő test méretének megfelelő. Mondta Rav Simon ben Elazar. Miről van szó? Arról van szó, hogyha egy halott elhunyt, és meghalt, és egy házban van. Amikor azt mondtuk, hogy itt ugye a halotti tisztátalanság mindent érint, ami ugyanaz ott a fedél alatt, ugyanabban a szobában, vagy ugyanabban a házban tartózkodik, vagy található. Sőt, van egy olyan törvény is, hogy az ajtók és az ajtófélfák alatti keretben, ami nem a tető alatt van, hanem az ajtó, az már az ajtónak a vonala, az ajtófélfa vonala, az, ha feltételezhetem, hogy bármelyik ajtón távozhat ez a holttest, ki lehet vinni a holttestet, akkor az összes ajtó alatti, ajtófélfa alatti rész is
az a kis sáv is beletartozik ebbe a kategóriába, és az tisztátlanná teszi azokat a dolgokat, amik ott vannak. Mi a helyzet akkor, és erről szólna Simon ben Elazar tanítása, hogyha egy olyan nagy halottról beszélünk, egy olyan nagy testű halottról, és Og Basán királyát hatalmas óriásként tartották számon, tehát ő az óriásoknak, ő a Arhel típusa, akire mindig hivatkozunk, tehát hogyha egy óriás halt meg a házban, akkor az összes olyan kis kiáratot, amit nem tudnánk használni az ő holtestének a kivívésére, mert egyszer nem férne ki rajta, nem kell úgy tekintenünk, mint egy potenciális kiárat a holtest számára, aminek a keretében található dolgok tisztátalanná válnak. Csak azt a kiáratot tekintjük a tisztátalanság kategóriájába tartozónak, ami olyan méretű, hogy ott kiférne bizony a holtest. Ezt elmusteri. Ott kiférne a holtest. Tehát akkor csak ezeket a... ami azt jelenti, hogy a Simon ben Elazar véleménye szerint mit veszünk figyelembe? Figyelembe vesszük a minden irányba az adott személynek a méreteit. Itt viszont az előbb azt mondtuk, hogy nem vesszük figyelembe minden irányba a halottnak vagy az adott személynek a méreteit, csak lefelé menő irányba. A báje hosszom héjhine ebéd, hát dojmene hadméven nafke. Erre azt mondja, a báje, ez nem ugyanaz a példa. Miért? Mert a holtesnél nyilvánvalóan arról van szó, hogy vagy kifér az ajtón, vagy nem fér ki az ajtón. És hogyha egy nagy testű halottról van szó, akkor mi most vágjuk darabokra a halottat, azért kivigyük a kis ajtón? Nyilván csak azt az ajtót fogjuk figyelembe venni, amelyiken kiférne, és azt tekintjük potenciális kiáratnak, potenciálisan annak az ajtófélfának, amin keresztül a halott távozni fog. De amikor az éruvnak az ételeiről van szó, akkor ez nem ugyanaz a helyzet, mert az éruv ételei lehet, hogy én nagyon nagy étkű vagyok, de attól még meg tudom enni azt a kevés ételt, amit előkészítettek nekem. Tehát nem ugyanaz a párhuzam, és ezért a két dolog között nem lehet párhuzamot vonni. Most a következő a kérdés. Ha valóban tisztáztuk, hogy a halott távozásának a kérdését nem lehet egy kategóriába vonni éruvhoz használt ételnek a kérdésével, akkor most a következő kérdés az az, hogy akkor a következő kérdés az az, van egy tanulótársam, akinek én nagyon örülök, de neki is kultiválnia kell magát. Ő csak tanulótárs, de nem előadó. Szóval, a kérdés az az, hogyha valóban ezt a különbséget most rámutatunk erre a különbségre, akkor most térünk vissza erre a törvényre. Az a tehát a törvény, hogyha van egy halott a házban, akkor minden, ami az alatt a fedél alatt van, tisztátalanná válik, és azok az ajtók is tisztátalanná válnak, amelyeket potenciálisan úgy tekinthetek, hogy a halott azokon az ajtókon keresztül fog távozni. Mit mondott Rab Simon ben Elazar, hogyha itt van egy olyan méretű ajtó, ami kiférne az óriás testű halott, és van még négy olyan ajtó, ami biztos, hogy nem férne ki, akkor azt az ajtót kell figyelembe venni, amelyiken biztos, hogy kifér. A kérdés, amit a Talmud fel fog tenni, hogy biztos, hogy Simon ben Elazar ezt mondta, de tudjuk-e, hogy a többiek is egyetértettek vele ebben, vagy ez egy külön vélemény Rab Simon ben Elazarnak. Baja lejú, pligirában a lejd Rab Simon ben Elazarajlaj. Egyetértettek-e a bölcsek Rab Simon ben Elazarral, vagy sem? Ők mit gondoltak? Tasmá, de amarabba bárkána, amarabbi jéhanan, ég melecha boson, piszkaj bárba. Talmud azt mondja, van egy nagyon egyszerű és nagyon egyértelműnek tűnő válasz erre a kérdésre. Ugyanis Rabbi Jéhanantól azt tanultuk, hogy van egy brájta, amiben Rabbi Jéhanan úgy van idézve, hogy ő azt mondta,
hogy még akkor is, hogyha egy nagy testű óriással, mint Og, Basán királya van dolgunk, még ebben az esetben is az ő bejárata az egy 4x4 tefahos bejárat. Bejárat-kijárat. Mindegy, hogy nem fér ki az ajtón, akkor is azt a lyukat, azt a kis ajtót egy 4x4 tefah repedé, vagy lyukat, vagy ajtót, azt is ajtónak kell tekintenem. Tehát nem érdekel, hogy melyik az a ajtó, amelyiknek a mérete megengedi, hogy azon keresztül kivigyük a nagytestű a halottat. Akkor látszólag egyértelmű válasz, hogy Simon ben Elazarral nem értett mindenki egyet. Simon ben Elazar, ez egy külön vélemény, és Simon ben Elazar azt mondta, hogy csak olyan méretű ajtót kell figyelembe vennem, amelyiken kiférne ez a nagytestű halott. Azt mondja, a Talmud haszam, de ikob szachim ktánim tuva, vika háde hával ba, de vádáj kika márvach ba, huka márvach. Azt mondja, báj nem. Ez egy egészen más eset, amiről beszélünk. Miért? Mert a Björkhanan miről beszélt? A Björkhanan arról beszélt, hogy van egy halott, és ez a halott meghalt egy házban. A háznak van sok egészen pici ajtaja, és van egy ajtaja, amelyik nagyobb, mint a többi. Akkor lehet, hogy ez a nagyobb ajtó, ez csak 4x4-es, de biztos, hogy ezt a nagyobb ajtót fogjuk használni arra, hogy kitágítsuk, kiverjük a falat, és ezen keresztül vigyük ki a nagy testű halottat, és nem a kis ajtókon keresztül. És ezért a 4x4-es ajtót vesszük figyelembe, és nem az összes többit, mert igaz, hogy egyiken sem férne ki, de mégis ez az ajtó, ami a leginkább kiférne, és ezért valószínűleg ezt fogjuk kibontani. És itt korábban a Kata kérdezte, hogy tényleg mi van, hogyha nem fér ki, akkor kibontjuk-e a falat. Erre az a válasz, hogy igen, valószínűleg azt nem egy falat bontanak ki, hanem egy ajtót tágítanak ki. Itt nekem ezzel kapcsolatban több kérdésem is van különben, ugyanis a Talmud lezárja ezt a kérdést, de egyrészt nem értem, hogy hogy lehet egy halott, egy nagy testű halott egy olyan házban, aminek nincs egy akkora ajtaja, amin kifér. Ugye, hogyha egy valahogy bement élve, ott meghalt. Nem azután nőtt milyen nagyra, hogy oda bement, ez egyik dolog. Jó, persze, lehetne mondani, hogy összedőlt a háznak egy része, itt valamit ki lehet találni, de nem teljesen világos. A másik, ugye tényleg igaz a bája válasza, hogy ez az egyik ajtó a sok ajtó közül, és egyik ajtón se férnek ki, de ezen legalább ez az ajtó még mindig a legnagyobb az összes többi közül, akkor miért kell itt egy méretet meghatározni? Miért mondjuk azt, hogy ez egy 4x4-es? Lehetne azt mondani, hogy semmi, ez egy a legnagyobb ajtó. Azt kell figyelmeni. Tehát ez nekem nem teljesen világos. De bár is legyen, ezt a kérdést lezártuk, és így megtarthatjuk azt a álláspontot, hogy esetleg Rav Simon ben Elazar véleménye, az nem egy külön vélemény. Amar Rav Chia bar Rav Ashi, amar Rav Arvin ben Basar Chai. Most megyünk tovább, és különböző olyan élelmiszerekről fogunk beszélni, olyan ételekről, amelyek ételek is, meg nem is. Ugye ez az objektív-szubjektív kérdés. Mit tekintek ételnek? Ugye abból indultunk ki, hogy a karanténban meghízott. Valakit karanténban zártak, meghízott, meghalt, és nem fér ki az ajtón. Különben ez nem vicc, mert olvastam, vagy szoktak lenni ilyen hírek a világ legkövérebb embereiről, akik nem tudnak kijönni az ajtón, és akkor valahogy így kibontják. Volt ilyen, azt hiszem, a hírekben, ilyen Blikben, vagy valahol. Nem olvasok, rendszeres olvasó a Bliknek, ne értsétek félre, de ez a különböző bulvárhíreknek része szokott lenni, hogy az 400 kilós fiatalembert darúval az ablakon keresztül vitték ki. Tehát elvileg igazatok van. Előfordult, hogy valaki bement egy ajtón, és aztán nem tudott kijönni. Oké, bárhogy is legyen, most akkor folytatjuk azoknak az ételeknek a kérdését, amelyekkel kapcsolatban nem egyértelmű, hogy az étel ez most objektíve étel, vagy nem étel. Például baszarháj, a nyers hús. Azt mondta a Rav Chia bar Rav Ashi, amar Rav Arvin ben Baszarháj, azt mondta Rav nevében, hogy a nyers húst azt lehet éruvnak használni. Amar Rav Shimon bar Chaya, amar Arvin ben Beitzimháj, azt Rav Shimon bar Chaya azt mondta, hogy a nyers tojást is lehet éruvnak használni. De káma, és mennyi a nyers húsnak a minimum mennyisége, a más táim, 2 tojás. Ugye miért merül föl, hogy a nyers húst ne lehessen használni?
Azért, mert a nyers hús az nem egy fogyasztásra kész étel. Ugye azt mondtuk, hogy a éruvnál fogyasztásra kész étel kell, hogy legyen, és a nyers hús az nem egy fogyasztásra kész étel. Ugye ezért azt mondja a Ritva, az egyik kommentárja a Talmudnak, hogy itt nem egy valóban nyers húsról, egy teljesen nyers hús, ami nem, tényleg teljesen lehetetlen, az biztos, hogy nem lehet éruvat csinálni vele. Hanem van az ilyen, éppen hogy csak megpirított hús vagy, tehát ami még olyan nyers, mint a sushit akartam mondani, de az mondjuk az nyers hal, de hogy valami, amivel már csináltak valamit, de azért általánosságban nem, azt, nem szoktuk enni, nem szoktunk olyat enni. Oké, a következő tanítása a Mishnának az volt, hogy aki úgy hoz egy fogadalmat tesz, hogy ő nem fog enni semmit, akkor akkor szabad, van-e bármi, amit szabad ennie, innia? És éruvtól függetlenül. Én azt mondom, mostantól én nem eszek, nem iszok. Akkor ilyenkor mi van? Van-e bármi, amit ehetek, ihatok? És azt mondta a Talmud, hogy igen, a Mishna azt mondta, hogy igen, sót és vizet. A só és a víz, az nem számít ételnek. Melachu máim, hú de leikrim izen, ha kol mile ikrim mazajn. Ezek szerint csak a só és a víz, amit nem nevezünk ételnek. Minden mást azt ételnek nevezünk. Ugye itt ezt nagyon nehéz lefordítani, mert a mazon szó az jól lakató ételt jelent. A zán az azt jól lakatni, a jól lakatás a jelentése. Tehát akkor most itt arról beszélünk, hogy a Mishnából úgy tűnik, hogyha valaki azt mondja, hogy ha én nem eszek ételt, nem eszek jól lakató ételt, akkor a só és a víz nem tartozik bele ebbe a fogadalomba. Léma távéti ufta dráv smuel, de amrita vája, én vagyok, én bőrém, nem ez én, ez elekállam, és ez minden bilvált. Ha viszont igaz az, hogy a mazon, a jól lakató ételre csak a só és a víz nem tartozik bele, akkor ez azt is jelenti, hogy ez szembe megy egy másik mondásával látszólag Ráv és Smuelnak, akik azt mondták, hogy azt az áldás, hogy bőré minemözöjnöz, hogy aki megteremti a jól lakató ételt, mindenféle jól lakató ételt, az csak az öt gabona fajtából készült tésztaételre lehet mondani. Magyarul csak a tésztaételeket tekintem jól lakató ételnek. Minden más az nem jól lakató étel, viszont a mi mistánkból úgy tűnik, hogy csak a só és a víz nem tekinthető jól lakató ételnek. Vló, szín a hád az imna? Pillanat, csak becsukom az ajtót. Most a steri szereplését befejezte. Szóval, tehát akkor hogy van ez? Mi az, amit jól lakató ételnek nevezünk? Minden ételt, vagy csak az ötféle gabonatípust? Azt mondja a Talmud, hogy lajusz vina, hád az imna? Nem megválaszoltuk ezt a kérdést már egyszer? Ugye a válaszra a kérdés az különben alapból, hogy amikor Ráv és Smuel azt mondták, hogy azt az áldást, hogy bajré minem zajnösz, hogy áld vagy törökösnek, aki mindenféle jól lakató étel teremt, ez csak az ötféle gabonából készült tésztát lehet mondani, ez nem azt jelenti, hogy ők azt gondolják, hogy csak ez az ötféle
tészta az, ami jól lakató étel, hanem csak az, hogy erre lehet ezt az áldást mondani. Miért? Mert ezek azok a tésztafélék, amire általában az emberek az étkezésüket elköltik. Tehát ez legalábbis abban az időben, amikor van tésztát ettek, az a fő étkezés része volt. És ezért lehetett csak ezekre mondani ezeket az áldásokat. Azt mondja, a Talmud, léma te havei, ti ufton nami, mert ha... És a Talmud, jó, igaz, hogy ezt a választ már megadtuk, de mondjuk azt, hogy a kérdés, ahol megválaszoltuk, ott a kérdést erősíti a mi mostani kérdésünk. Amara funa, beoimer kol hazon olaj. Erre a funa azt mondja, hogy tudjátok, mint oldjuk meg ezt a problémát másképp. Az egyik helyen mazon van, boréminé mezonot, jól lakató étel. Itt pedig mondjuk azt, hogy aki a fogadalmat tette, aki a nedert, a fogadalmat tette, ő azt mondta, kol hazon olaj, minden, ami táplál. És akkor tényleg minden tilos, kivéve a só és a víz. Máimu melár de lézinni, kolmi lézájni? Akkor ezek szerint csak a só és a víz az, ami nem táplál. Eddig arról szól, hogy nem lakat jól. Most azt kérdezte amúgy, akkor a só és a víz egyetlen, ami nem táplál? Amar abhuna rababarhano ki havezline bászadavéhene méhal péredege naiszár. Azt mondja, történt velünk egyszer, hogy genosszárban, ami a hogy hívják, a Tiberiás tó partján van, nagyon édes gyümölcsök vannak ott, ott sétáltunk egyszer, de mi jöjjhalannal, és szedtük le neki a gyümölcsöket. Ki a vinambé mea, hávam, hogy nincs tindulnak, akkor hádve háda szara szara. És amikor mentünk utána, ha 100-an voltunk, akkor 10-10-et szedtünk mindannyian össze. Ha 10 voltunk, akkor 100-at vettünk mindjárt össze. De kol ne a minnájú, háve mágzak le, hogy szándabászt lasz száve. És minden gyümölcsöt, minden 100 gyümölcsöt egy 3 szeá nagy kosárba lehetett csak belerakni. Az azt jelenti, hogy egy 20 literes kosárba fért el 100 gyümölcs. És most figyeljünk, de háve achin leu le kulau. És Rabbi Jajhanan, amikor odavittük neki az 1000 gyümölcsöt, az együltében megette mind az 1000 gyümölcsöt, és akkor ez azt jelenti, hogy minden 100 gyümölcs egy 20 literes kosárban volt, tehát nagyjából egy olyan 2000 kilónyi gyümölcsöt megevett együltében. Ez kemény. És mit mondott? Van másfó, azt mondja, de laj taimlizi una. És mindezek után még képes volt azt mondani, hogy esküszöm, hogy semmi táplálót nem ettem. Magyarul, akkor ezek szerint előfordulhat, hogy nagyon finom gyümölcsből, még akár 1000 kilónyi is, vagy 2000 kilónyi is, még azt sem táplál. Tehát akkor miért mondod azt, hogy csak a só meg a víz nem táplál? Mi azt mondja, Talmud, tudod mit? Ha ebből a történetből hozol nekem egy ellenmondást, mondjuk azt, hogy a Birkan azt mondta a végén, hogy esküszöm, hogy semmi jól lakatót nem ettem, nem azt, hogy semmi táplálót. Ugye a héberben az majdnem ugyanaz a szó, mazon vagy zan, majdnem ugyanaz a szó. Igen, köszönjük Katának a megjegyzést, az ilyen falánkok miatt kellett falat bontani később, helyes. Ezt a kapcsolatot én még észre se vettem. Oké. Mi a helyzet azzal, amikor valaki egy fogadalmat tesz, megesküszik, fogadalmat tesz, hogy valamilyen adott ételt nem fog enni. Mostantól én nem eszek kenyeret. Tudok ettől függetlenül kenyérrel éruhot csinálni, annak ellenére, hogy nekem tilos a kenyér. A kenyér önmagában még élelmiszer, de lehet-e tekintettel arra, hogy mások megehetik, lehet-e számomra éruhot csinálni egy olyan ételt, amit én egy fogadalommal megtiltottam magamnak. Mészei a nőide, min a kikar, mert arvin loj, ba, máj láb, de omár a láj. Loj, de omár zoj. A következőt tanultuk, bocsánat, előre szaladtam. Omár a funa, mert láb, súas a loj, éjjjál kikar zoj. Ha valaki megesküdött, hogy nem eszi meg ezt a kenyeret,
Marvin Lajba, szabad azzal a kenyérrel még éruvat csinálni neki. De azt mondta, kikar zaj oláj, azért azt mondta, hogy ez a kenyér tilos rám nézve, én Marvin van baj, akkor nem lehet vele éruvat csinálni. Mi a különbség? Mi a különbség? Azt mondom, hogy nem eszem meg ezt a kenyeret, hogyha azt mondom, hogy ez a kenyér tilos rám, nekem. A különbség nagyon egyszerű. Amikor azt mondom, hogy nem eszem meg, ott a evést tiltottam meg saját magam számára. De mindenki más továbbra is megeheti, és akkor én csináltok belőle éruvot. Ha azt mondom, hogy ez a kenyér legyen tilos nekem, akkor ezzel tulajdonképpen én mindenfajta haszonhúzást megtiltottam saját magam számára ebből a kenyérből. Akkor nekem tilos hasznot húznom a kenyérből, tehát tilos éruvat is csinálnom. Akkor a haszonhúzás tiltódott meg. Az, amikor azt mondom, hogy valami tilos rám nézve nekem, az nem csak az étkezést, az elfogyasztását tiltja meg, hanem bármilyen használatát. Tehát már nem tudom már semmire használni, akkor érúnak se lehet használni. Azt mondja, a Talmud mészve jár női, de minek kikaim a arvingleiba, máj láb, de amár a láj, azt mondja, a Talmud, igen, hát azt tanultuk egy brájtában, hogyha valaki fogadalmat tesz egy darab kenyérrel kapcsolatban, attól még lehet érúvat csinálni. Nem lehetséges, hogy vagy azt feltételezzük, hogy mit jelent, hogy fogadalmat tett. Hogy fogadalmat tett, hogy ez a kenyér tilos rám nézve. És mégis lehet vele éruvat csinálni. Azt hittem, de hogy is, nem erről van szó. Löj, de már zaj. Nem erről veszem rá, nem pont fordítva. Arról beszél, hogy azt mondta, hogy ez a kenyér, ezt a kenyeret én nem fogom megenni. De nem azt mondta, hogy tilos rám nézve. És ezért nem fogod megenni, de éruvat lehet vele csinálni. Hachinámem is tábra, de tani széfa, bizmása, mert suha se lejöttem menna. Ával amára láj, máj. Azt mondja a Talmud, és logikus is, hogy a brájtában így kell értelmezni, hogy arról van szó, hogy azt mondta, hogy ezt a kenyeret nem fogom megenni, és nem azt mondta, hogy ez a kenyér legyen tilos rán nézve, mert a brájtának a vége a következő kép hangzik. Én masszáj, mikor szabad ilyen esetben, tehát ha valaki fogadalmat tett egy adott kenyérdarabbal kapcsolatban, mikor szabad egy ilyen esetben éruvat csinálnia, ettől függetlenül, bizmása más húas lehet a menő. Hogyha azt mondta, hogy esküszöm, hogy nem fogok belőle kóstolni. Ával amár a lime máj, de azt mondta, hogy rám nézve tilos, akkor aki nem idejém is táblába, akkor az tényleg nem lehet belőle éruvat csinálni. Tehát egyértelműen benne van, hogyha ő magát a kenyeret unblock tiltotta le magáról, és mondta azt, hogy semmifajta hasznot nem fog elhúzni, akkor éruvat sem lehet fel csinálni. Ihachim, Ádde Tani, kikörzői hegdes, én Marvin lei ba, de físe én Marvin be hegdesész. Ha tényleg így van, akkor mi az oka annak, hogy amikor a végén bocsánat, újra kezdjük. Tehát még egyszer. Rav Huna azt mondta, hogy ha azt mondom, hogy ez a kenyér tilos rám nézve, akkor tilos vele éruvat csinálni. Ha azt mondom, hogy ezt a kenyeret nem fogom megenni, akkor ettől még lehet éruvat csinálni a kenyérrel. Van egy brájta, ami azt mondja, hogy ha valaki fogadalmat tesz egy kenyérrel kapcsolatban, akkor lehet vele éruvat csinálni. Induljunk ki abból, hogy az, hogy fogadalmat tesz a kenyérrel kapcsolatban, az azt jelenti, hogy azt mondta, hogy ez a kenyér tilos rám nézve. És mégis azt mondja a brájta, hogy szabad vele éruvat csinálni. Azt mondja, a Talmud nem egyáltalán biztos, hogy ezt értette a brájta. Lehet, hogy úgy értette a brájta, hogy fogadalmat tett egy kenyérrel kapcsolatban, hogy nem fogom megenni a kenyeret. És ezért mondja a brájta, hogy szabad vele éruvat csinálni. És úgy tűnik, hogy logikus is, hogy ez a véleménye a brájtának. De tani széfa, mert a brájta végén
a megkérdezi, a, vagy tisztázza a brájta, és azt mondja, én maszáj, mikor lehet ezzel a kenyérrel éruvat csinálni, melyik esetben, biz más, amás, húas, lajatamena, ha úgy fogalmazott, hogy én nem fogok kóstolni ebből a kenyérből. Magyarul ugyanaz, amit Rav Huna mondott. Rav Huna is azt mondta, hogy ha csak a fogyasztását tiltottam meg magam számára a kenyérnek, akkor éruvat még lehet csinálni. Ha viszont azt mondtam, hogy semmilyen módon nem fog hasznot húzni, semmi közöm nem lesz ez a kenyérhez, akkor tilos éruvat is csinálni. Oké, Talmud még mindig nem hagyja ennyiben a dolgot. És azt mondja, amár a lány máj, akkor ezek szerint, hogyha azt mondtad, hogy magamra nézve tilos a kenyér, akkor nem lehet vele éruvat csinálni, ugye? Igen ám, csak akkor ez miért nincs még jobban tisztázva a brájtában? Iachi, hát a tani kiközöl hegdes én Marvin lajba, fis én Marvin behegdés ez, liflög vagy lisznebédi dabba med, vagy murim de amár zölje, vagy amár a láj, én Marvin lajba, azt mondja, akkor ha tényleg így van, akkor ezt jobban kellett volna tisztázni, miért? Mert a brájta végén az külön tisztázva van, hogyha te hegdesnek, tehát a szentélynek való áldozatként ajánlottad föl a kenyeret, akkor nem lehet belőle éruvot csinálni. De akkor miért csak ezt tisztázza? Miért nem mondja egyértelműen, miért nem írja le? Hogyha azt mondtad, hogy nem eszek belőle, akkor, akkor lehet. Ha azt mondtad, hogy nem hoz semmi közöm a kenyerhez, akkor nem lehet. Amelech a Rav Huna, el a máj, kollégad, amar a láj, me arvin, kásserés, azt mondja, Rav Huna, de akkor ugyan játszunk el a gondolat, hogy neked van igazad, és akkor is tilos, akkor is szabad, nem, akkor is szabad vele éruvat csinálni, hogyha azt mondta, hogy nem eszek be, hogy magamra nézve tilos az egész kenyér, akkor viszont nem világos, hogy miért mondja a brájta eleje, hogy akkor lehet vele éruvat csinálni, hogyha csak annyit mondta, hogy nem eszek belőle. Azt végén azt mondja a Talmud, hogy Szurén megszere valójában a brájtát, kicsit fogalmazhatjuk újra, ugye gyakran előfordulja a brájt, egy kicsit, szövege egy kicsit hiányos, mondva akiktáni, és a következő módon kell a brájtát olvasnunk. A nöjdéminek kikarme arvinnaimba, ha valaki fogadalmat tesz egy darab kenyérrel kapcsolatban, attól még a kenyérrel lehet éruvat csinálni, van a filon már a láj, nász a könyvér, se löj a temenu. És még akkor is, hogyha azt mondta, hogy az az egész kenyér legyen rám nézve tilos, ezt is úgy tekintjük, mintha csak annyit mondott volna, hogy nem kóstolom meg, nem eszek belőle, és ezért továbbra is lehet vele éruvat csinálni. Mi kalmököm kássára a Funa, na jó, azt mondja, de akkor mindig a Funa nem stimmel, mert a Funa viszont azt mondta, hogy csak akkor nem lehet vele éruvat, csak akkor lehet vele éruvat csinálni, hogyha konkrétan azt mondta, hogy nem fogja megkóstolni a kenyeret, nem hogyha azt mondta, hogy egész kenyér tilos rám nézve. Hú, de amáke Rabbi Lezer. Rabbi Lezer, ő mert sohasem lejjeká kiközölj, mert Arvin lejjba, kiközölj rá, én már Arvin lejjba. Szóval Talmud valóban Rabbi Lezer véleményét követi Rav Huna, és Rabbi Lezer azon az állásponton van, hogy tényleg csak abban az esetben lehet éruvat csinálni ez a darab kenyérrel, ha csak annyit mondod, hogy nem kóstolom meg a kenyeret, de hogyha az egész kenyeret megtiltotta maga számára, akkor abból nem lehet éruvat csinálni. Mi össze fogjuk foglalni azoknak, akik elvesztették a fonalat? Mi a már Rabbi Lezer, ahi? Mikor mondta ezt Rabbi Lezer? A tánya zeáklal adam észre acmaibe, őjhel, ma arvin lajba, őjhel a neszre le adam. Én ma arvin lajba. Azt tanultuk egy brájtában, hogy a következő az alapelv. Ha egy ember magára nézve megtilt egy ételt, akkor attól még lehet vele éruvat csinálni. De olyan kell a neszajlai leadom, ha viszont valami tilossá vált egy ember számára, én Marvin lejba. Rabbi Lezer, akkor nem lehet vele éruvat csinálni. Rabbi Lezer, kikörzölj a láj, mert Arvin lejba,
Kikarzai hegdes, én Marvin lajba. Ezért, hogyha valaki azt mondta, hogy Rabbi Elezer szerint, hogyha valaki azt mondta, hogy rám nézve tilos a kenyér, akkor lehet vele érivót csinálni, viszont hogyha azt mondta, hogy hegdes, tehát a szentének való a kenyér, akkor nem lehet vele érivót csinálni. Oké, okay, összefoglalom, mert szerintem sokan elvesztettük a fonalat. Tehát a következő volt, de a Funa azt mondta, hogyha én fogadalmat teszek, és csak az egy adott étellel kapcsolatban csak a fogyasztását tiltom meg magam számára, akkor lehet érvot csinálni. Ha viszont azt mondtam, hogy a kenyer úgy, ahogy van, legyen tilos, akkor nem lehet érvot csinálni azzal a kenyerrel. Ezzel szemben állóként van egy brájtánk, amit akárhogy forgattunk, a végén az jött ki belőle, hogy mégiscsak úgy tűnik, hogy mindegy, hogy csak az evését tiltottam meg a kenyérnek. Vagy általában, hogy hasznot húzzak a kenyérből, azzal a kenyérrel lehet érvot csinálni. Oké, okay, de akkor mit kezdjünk Rafunával? Rafuna nem ezt a brájtát követi, mondja a Talmud, hanem van egy különös véleményünk Rabbi Elezer. Rabbi Elezer pont azt mondja, mint Rafuna, hogy különbség van a között, hogy a fogyasztását tiltottam meg magam számára, vagy a általános haszonhúzást adott kenyérből. Ha a fogyasztását tiltottam meg, akkor lehet érvot csinálni, ha általánosan azt, hogy bármilyen hasznom legyen ebből a kenyérből, akkor nem lehet érvot csinálni. Na jó, de ez még mindig nem stimmel, miért? Mert Rabbi Elezerről van egy feljegyzés, amiben úgy tűnik, hogy Rabbi Elezer nem tesz ilyen különbséget, és mindegy, hogy az étkezését, vagy a általános haszonhúzást mondtam, lehet érvot csinálni a kenyérrel. És erre még azt mondja, a Talmud, igen, van egy véleményem szerint Rabbi Elezer ezt így mondta, de van egy másik véleményem, azt mondta, Rabbi Elezer úgy mondta, hogy az előbb mi mondtuk, és ez a Funának egy jó támaszpont, és így akkor alapvetően a lényegben maradunk, hogy két vélemény van. Az egyik vélemény szerint van különbség a között, hogy a fogadalmam csak az fogyasztásra szólt, vagy általános volt, a másik vélemény szerint nincs különbség, és mind a két esetben lehet én úgy csinálni azzal az adott kenyérrel. Oké. Okay. Mi volt a misna következő törvénye? A misna azt mondta, ma Arvin le Nazir be Jain, ule Israel betruma, nagyon hasonlóan az előző esethez, csak itt egy tágabb dologról van szó, hogy egy nazir, aki fogadalmat tett, ugye a nazírságra, ami azt jelenti, hogy extra tisztaságot vesz magára, és nem érintkezik halottal, nem fog bort inni, egy nazir számára lehet borból csinálni éruvat. Miért? Mert a bor attól még étel, hogy ő nem fogja megenni, vagy elfogyasztani. És ugyanígy egy átlagos, egyszerű zsidó számára lehet csinálni trumával éruvat, hiába azt csak a kohaniták ehetik meg. Azt mondja erre a Talmud, masznisszin, de lőjke Bét Sámály. Úgy tűnik, hogy a mi misnánk nem Bét Sámály véleményét követi. Mert Bét Sámály szigorú volt, és Bét Sámály azt mondta, hogy a nazírnak nem lehet borból csinálni éruvat, egy egyszerű zsidónak nem lehet trumából csinálni éruvat. Ezzel szemben Bét Hillel azt mondta, Marvin le nazír be Jain, le Yisrael be truma, mint ahogy a mi misnánk is mondja, hogy lehet csinálni éruvat a nazírnak borból, a egyszerű zsidónak trumából. Amrul le nem beszélele be Sámály, és amikor elkezdtek vitatkozni erről, akkor azt mondta Bét Hillel, a megengedő Bét Hillel Bét Sámálynak. Ijátam moidim, sem arvin loj, sem arvin le gadol bijemeki purin. Ha igaz lenne, amit ti mondtok, hogyha én számomra tilos egy adott étel, ami mindenki más számára megengedett, akkor az már elveszi a lehetőségét annak, hogy én éruvat csináljak azzal az étellel, akkor mit szóltok ahhoz, hogy Jom Kipurkor lehet csinálni éruvat? Jom Kipur napján tilos mindenkinek enni, kivéve a kisgyerekeknek. És mégis lehet nekem csinálni éruvot. Én el akarok sétálni Bodrog keresztúrból Mádra, és kirakunk egy éruvot középre, és Jom Kipur van, és mégis használhatjuk az éruvot. Ugye a Tchum Shabbesnek a szombat határnak a tilalma, az Jom Kipurra is vonatkozik. Minden szombati tilalma vonatkozik Jom Kipurra is. Amrul a en, ával...
Angul a heng sem sem Marvin le gadol bim kipurin, kém Marvin le nazir bim jáin, uri szalvet ruma. Erre azt mondtam, hogy Shammai, Beit Hillelnek, igazatok van. Nem értünk egyet. Szerintünk Jom Kippurkor nem lehet csinálni írva. Nem, bocsánat, hülyeséget mondtam. Beit Shammai azt mondta, jó, igen, ennyit értünk, lehet Jom Kippurkor csinálni éruvat, hiába te nem tudod elfogyasztani ezt az ételt, amivel az éruvat csinálták. De ez nem ugyanaz, mint amikor egy egyszerű zsidónak, aki nem fogyaszthatja a trumát, trumával csinálnak éruvat. Hogy miért nem ugyanazt, azt mindjárt meg fogjuk tudni. De mindenesetben ezt a választ, ezt a érvelését Beit Hillelnek nem fogadták el. Amrula hem, mert azt mondta nekik Beit Hillel, én szerintünk viszont van párhuzam, és ugyanúgy, ahogy egy felnőttnek lehet éruvat csinálni Jom Kippurkor, általában ugyanúgy lehet a trumával egy egyszerű zsidónak, és borral a názirnak. Beit Shammai, hosszabbik a szúdára, ujjami bajgyaj, hachalék a szúdára, ujjami bajgyaj. Azt mondja a Talmud, nagyon egyszerű, mi lesz tényleg a válasz a Beit Shammainak? Mi a különbség akközött, hogyha egy felnőttnek csinálsz, akire nézve tilos a fogyasztása, bármilyen ételnek Jom Kippurkor, és a számára csinálsz éruvot Jom Kippurkor, valami bármilyen étellel, és akközött, amikor egy trumával csinálsz éruvot egy egyszerű zsidónak. Vagy borral csinálsz názirnak. Mit fog mondani, hogy csinálni? Nem egyszerű. Az az étel, mert Jom Kippurkor csinálod az éruvat. Jom Kippur alatt egy perccel. Megeheted? Jom Kippur után? Megeheted? Igen. Ez csak egy átmeneti tilalom, nem egy végleges tilalom. Itt viszont egy végleges tilalomról van szó. A trumát egy egyszerű zsidó nem eheti meg, és a názir nem miatt bort, és ezért ezeket nem lehet feloldani. És ezért rám nézve az az étel nem étel, én nem ehetem meg, nem ihatom meg, sem ma, sem holnap, sem tegnap. A Jom Kippurkor, én ehetek Jom Kippur előtt, és ehetek Jom Kippur utának. Ez egy más kategória, nem lehet ezt a párhuzamot vonni. Azt mondja, a Talmud kem mán, de lőjke hanánya, de tánya hanánya, én meg kalács, mert sem vész hámelői hanyomóidimbe, én úgy átsejtsz, mint asszaj, de kol klétas misélesan. Most különben majd vissza fogunk térni, azt hiszem, erre a kérdésre. Most egy pillanatra eltérünk, és megállapítjuk, hogy különben Beit Shammai itt most nagyon szigorúnak tűnik, mert azt mondja, hogy bár Jom Kippurkor lehet csinálni éruvot bármilyen étellel, ettől függetlenül a trumával nem lehet az egyszerű zsidónak, és a borral nem lehet a názirnak. De van egy vélemény, Hananya véleménye, aki még szigorú. És Hananya azt mondja, Hananya, pontosan nem Hananya szigorú, hanem ahogy Hananya följegyezte Beit Shammai véleményét. Hananya azt mondja, hogy szerinte Beit Shammai azon az állásponton volt, hogy az éruv az nem csak rám vonatkozik, hanem minden eszközömre vonatkozik. Például ruhámra is vonatkozik. Értsük, hogy miről van szó. De tánya Hananya, mert Hananya azt mondta, kol átszponosan Beit Shammai lői hajumaidin be éruv, Beit Shammai szerint nem is lehet éruvat csinálni, átse jöjjtse, mint tasszajvekkal, klétas, misenesan. Nem lehet étellel eleve éruvat csinálni szerinte, hanem csak ha minden eszközömet kihelyezem ahhoz a új virtuális lakhelyhez. Ugye ne felejtsük el, miről szól az éruv tchumin? Miről szól a szombat határt kitoló éruv? Arról, hogy én itt lakom, ezt a lakhelyet nem hagyhatnám el 2000 lépéssel többel sábeszkor, a településem szélétől 2000 lépéssel többel. Virtuálisan áthelyezem az én lakhelyemet a településem határától 1800 lépéssel, és akkor onnan számolódik a 2000 lépés. Mivel tudom áthelyezni a lakhelyemet eleve virtuálisan, az, hogy oda teszek egy kis ételcsomagot, amit egy sábesznyi ételcsomagot. Beit Shammai, Hananya szerint nem fogadja ezt el, nem lehet virtuálisan arrébb helyezni. Ha nem rakod oda az ágyadat, a székedet, az asztalodat, akkor nincs miről beszélni, te nem ott laksz, te továbbra is itt laksz, ne játsszuk a hülyét, és ne csináljunk, ha ott laknál, az meg kiraktad oda az ételt. Tehát Beit Shammai sokkal szigorúbb ennél, mint amit az erről beszéltünk. Tehát az egész értelmezés, az egész diskurzus, itt Beit Shammai és Beit Hillel szerint, hogy akkor lehet-e az étellel,
Jom Kipurkor, és lehet-e a trumával, az egyszerű zsidónak, a borral, ennek nincs értelme, ha nánya szerint, még sem nem is fogadja el, hogy lehet ilyen virtuális módon a lakhelyemet áthelyezni. Kemán azla, ha de tánya, ére bes chayrim le jejtse bele vanim le jejtse bes chayrim, kemán amra vicskak, ha nánya hivá libet be is sámaj. Szóval Talmud, jó, nagyon érdekes. Akkor lenne még egy kérdésem. Van egy brájt, ami a következőt mondja. Ha valaki kiment fekete ruhában, és úgy rakta ki a éruvot, és sábeszkor fehér ruhában jön, akkor azt mondja a brájta, ez nem. Ez nem egy jó éruv. Vagy ha valaki fehér ruhában megy ki, és úgy rakja az éruvot, és ruhát cserélt. Kit követ ez? Milyen furcsa megállapítás ez? Magyarul, én kirakhatok egy éruvot, ilyen virtuális módon kihelyezhetem a lakhelyemet a jelenlegi kívülre, de ugyanabban a ruhában kell lennem sábeszkor, mint amivel péntek délután kiraktam azt az ételt. Mi van? Ez kit követ? Ez kinek a álláspontját képviseli? Azt mondja erre a Talmud, amire adnák meg Yitzchak Hananyahi. Mert libadé Bécs Sámály. Ez Hananya véleménye Bécs Sámály álláspontját követve. Ugye Hananya volt az előbb, aki azt mondta, hogy Bécs Sámály szerint nem lehet virtuálisan kihelyezni a hatjákot. Nem lehet kihelyezni a kedvet, csak ha minden eszközödet kiveszed. Azt mondta, hogy pontosan emlé azt mondja, Talmud, le Hananya? És hajlim, de le jejtse, hall le vanim jejtse? Van már átsi jejtse, mit azt mondja, klitas misersa? Hananya, még ennél is szigorúbb. Ő azt mondja, hogy mindent ki kell vinned oda, nincs virtuális kihelyezés. Akkor nem, kit érdekel, hogy fehér ruhába raktad ki, vagy fekete ruhába raktad ki, vagy hogy váltottál ruhát? Ez nem érdekli Hananyát, mert szerintem egy Sámály azon az állásponton van, hogy eleve nincs virtuális lakhely kihelyezés. Csak igazi lakhely kihelyezés van. Hachika már éne bele vanni múcsak, és hajnim áv bele vanni le jejtse. Kemán, amire vicskak, ha nányi vele videj sáján. Azt mondtam, hogy igazad van, ezért kicsit korrigáljuk. Arról van szó, hogyha valaki éruvot csinált úgy, hogy minden eszközét, ami sábeszkor szükséges, ahogy Bécs Sámály Hananya szerint előírja, kihelyezte, tehát nem csak ételt rakott ki, hanem kivitt mindent, amire szükséges sábeszkor. A széket, az ágyat, az asztalt, és a ruháit is. És kivitt fehér ruhát. És egyszer csak rájött sábesz alatt, hogy oppá, ez a fehér ruha nekem nem lesz, nekem fekete ruhára van szükségem. Akkor már nem hagyhatja el a helyét, még a fehér ruhában sem. Miért? Mert kiderül, hogy nem vitkedte ki minden eszközét. A fekete ruháját otthon hagyta. És ezért kaput. Nincsen éruv. Oké. Mindenesetre arra nem kaptunk választ, most fogunk választ kapni, hogy akkor Bécs Sámály azt szerint a vélemény szerint, ami nem Hananya, hanem amely szerint még elfogadja azt, hogy legyen virtuális lakhely kihelyezés, de azon az állásponton van, hogy csak olyan étellel, amit te is meg tudsz enni, nem csak amit valaki más is meg tud enni. Tehát mondjuk csak egy kohanitának lehet trumával, és a názírnak nem lehet borral. Mi a különbség e között szerintük és a Jom Kipuri éruv között? Most ugye a mi mistánkban is volt egy vélemény, Szumchusz, aki ugyanezt mondta. Ő is azt mondta, hogy egy átlag zsidónak nem lehet trumával, csak sima gyümölcsel, zöldséggel lehet éruvot csinálni. Vi illu le nazir be jáin loj palik. Máj tájmam. Efser de mistelan ez russzai. Nagyon érdekes. Mert Szumchusz majdnem ugyanazt mondta, mint Bécs Sámály, csak nem teljesen, mert ő csak az egyikben tett különbséget. Ő azt mondta, hogy a truma az csak a kohanitáknak való. Csak kohaniták csinálhatnak vele éruvot. De a názírnál nem mondta azt, nem tudom, az előbb lehet, hogy én rosszul idéztem, de nem mondta azt, hogy nem lehet borral csinálni neki. Magyarul a názírnál lehet. Mi a különbség? Mi a különbség a názír és a bor és a egyszerű zsidó és a truma között? Szerintem nagyon egyszerű a különbség. Efsör de mistálan ez rossz? A názírság egyszer véget érhet. A názírság különben az úgy szól, hogyha én adott időt, azt mondom,
két évig názír leszek, akkor két évig vagyok názír. Azt mondom, hogy simán názír leszek, akkor 30 napig vagyok názír. Tehát a názírságnak vége van, és ezért majd egy ponton ehetővé válik számomra az a bor, ami most nem ehető, mert názír vagyok. Viszont a truma soha nem lesz ehető számomra egyszerű zsidó számára. Azt mondtam, hogy miért ne lehetne? Jaj, truma nem jelvsőre, mi is te lelej? Azt mondja, lehetne, a trumával is el lehet játszani, hogy a trumát visszacsinálom, sima ételre. El lehet menni egy rabbihoz, egy bölcshöz, ugyanúgy, mint egy fogadalomnál, és a bölcs fölengedi, visszacsinálja a dolgot. Ugye volt nekem 100 kiló almám, abból hoztam 2 kilót trumaként, elmegyek a rabbihoz, azt mondja, vissza az egész 100. És akkor megint megengedett az egész. Újra kell trumát hoznom, de az adott étel, amit most trumának neveztem ki, az visszakerül a profán státuszba. Azt mondja a Talmud, igen, imistel alehadra litivla. De visszakerül a profán státuszba, de az tevel olyan státuszba, amiből még nem hoztam trumát. Az is tilos számomra, nem csak a truma tilos számomra, hanem az is, amiből még nem hoztam trumát. Azt mondja, lifrosanem akimache. Jó, akkor mondjam azt, hogy a alma rakás másik feléből veszem le a trumát. És akkor ez most már tényleg szabaddá válik a számomra. Az a Talmud, hogy nechsedu nitraim se leimina mukaf. Ez nem megengedett. Egy jámbor ember nem csinálja ezt, hogy valamire azt mondja, hogy itt van most egy rakás alma, majd onnan hozok trumát. A trumát mindig konkrétan kell hozni. Azt a Talmud, lifraish a lei milléubei. Jó, akkor magából ebből a két almából most vegyen le egy kis darabot, és mondja azt, hogy ennek a két almának ez a trumája. Umbáj paszka. Mire jó ez a válasz? Bocsánat, de lészlési úr. Azt mondja, Talmud, nem, ez nem lehetséges. Miért? Mert amikor én foghatom ezt a két almát külön, és mondtam, hogy ebből leveszem a 2%-ot, de egy bizonyos méret alatt az nem számít. Ugye a trumának mi a lényege? Nekem 2%-ot kell a termésből adnom. Ezt hathatom az összes termésből egyszerre. Összegyűjtöttem 10 tonna almát, és abból adok 2%-ot. De lehet egy adott kisebb mennyiségből is, de egy minimál mennyiséget a trumának, egy értelmezhető mennyiséget el kell érnie. Tehát egy nagyítóval látható truma mennyiség az nem truma. És nekem nagyon kicsi az a gyümölcs, amiről most itt beszélünk, amit a érukban használni akarok, akkor hiába ez truma gyümölcs volt, most visszacsináltam tevelbe, truma előtti állapotba. Most konkrétan ebből akarok trumát hozni, de ez túl kicsi méret, akkor nincs miről beszélni. Tehát magyarul előfordulhat egy olyan állapot, amikor ez a gyümölcs, amit trumaként kell kinevezze, nem tud számomra megengedetté válni erre a sáveszre. Umáj paszka. Én ezt szumkhoz szavallak rá banan, de amrei kaldavan sumi sum svúz, gazral a mindevénes masasz. Ha viszont így van, akkor akkor még mindig nem stimmel, mert ez csak abban az esetben igaz, hogyha tényleg minimál mennyiségből hoztam a trumát, az éruvat. Van egy kis éruv, egy kis ételcsomagom, amiben van egy kicsi-kicsi-kicsi-kicsi-kis mandarin, és abból egy nagyon kicsi-kicsi-kicsi-kicsi-kicsi-kis trumát hoznék. De az éruvnak igaz, hogy a minimum mennyiség az két étkezésnyi, de lehet ekkora csomag is. Ha tényleg arról beszélünk, hogy kis éruv, akkor a misnában ezt tisztázni kell, hogy egy kis érúról beszélek, és annak egy egészen kicsi pici darabjáról van szó, és ezért azt már nem lehet visszacsinálni, nem lehet érúval kinevezni, és blablabla. De nem erről van szó, nem lehet, a misnán ezt nem tisztázta így. El a szumchusz szavallak, a bonandamni kaldavarsum is umis húz, gazdral a vénes masösz, valójában másról van szó. Szumchusz szerint maga a truma kinevezés az egy szombaton,
egy rabbinikus tilalom, és ezt a szombat bejövetelekor is már megtiltották a rabbik, a szumkusz szerint, és ezért nem tudnám végigjátszani ezt a játékot, hogy ezt a trumaalmát most visszavezetem tevelbe, és most aztán ebből, mint tevelalma, egy kis darabka almát levágok, és azt nevezem ki trumának, mert mind a szombat bejövetelnél vagyunk. Oké. Most ugye visszautalva az előbbi vitára, Bét Sámály és Bét Hillel között, akkor látjuk, hogy nagyjából valószínűleg az lehetett a válasz a Bét Sámálynak, Bét Hillelre, hogy az a különbség a Jom Kipur és az általános Éruv az egyik oldalon, a truma egyszerű zsidó, nazir, bor a másik oldalon között, hogy ebben a másik két példában az az étel vagy ital alapból nem tud számomra ismét megengedetté válni. Lehet mindenféle nyakatekert módon, amit itt magyaráztunk, de hogy alapból az tilos a számomra. A Jom Kipurnál viszont csak abban a 24 órában tilos a számomra, és ezért lehet éruvként használni, Bét Sámály szerint. Oké. Okay. Mán az la hadetánya, hadetnán, jésamra kölefimású adom, milöj kumcaj mincham, milöj hafnav kötöjresz, vásajszem, milöj lugma, milöj mikipurin, mozni stészőzősz le éruv, kemán. Kit követ az a misna, amit tanultunk? Misna azt mondja, minden az ember méretehez van mérve. Például a szentélyben volt egy áldozat, ami egy maroknyi kellett, hogy legyen. Loj koimetsz. Ez a maroknyi, ez egy maroknyi liszt volt. Mennyi ez a maroknyi? Minden embernek a saját marokja. Ugyanígy a füstölőszerrel. Ugyanígy, amikor valaki iszik, tilos Jom Kipur kéni, teli szájnyi italt. Mennyi az? Amekkor az ő szája. És ugyanígy az éruvnál, amennyi az ő két étkezése, az az a két étkezés, amiről beszélünk. Kit követ ez a vélemény? Amarav zére a szumch, ugye mi azt mondtuk, hogy nem. Átlagos emberek két étkezését kell figyelembe venni. Maximum esetleg a sovány kisétkű embereknek lehet levinni a mennyiséget. Amen az én a szumkusz ide, már máj de hazeléba innen. Szumkusz azt mondta, mindig, amire szükség van az adott embernek, az az, amit az éruvba be kell számítani. Amekkor az ő szükséglete, az számít az éruvnak. Léma pliga, adar rábi simi, mert az a detányos, mert az elejme, mert amire helyez, aki mert az elejme, az elejme, az elejme, azt mondja a Talmudnak, hogy ezek szerint ő vitatkozik Rabbi Simonnal, mert ugye Rabbi Simon az előbb, amit már idéztük, ő azt mondta, hogy mindenkinek átlag ember mennyiséget kell adni, maximum a beteg embernek, meg a öreg embernek lehet adni keveset. De nagy étkű embernek átlag mennyiséget elég adni. Azt mondja, Talmud Targema Heilo Zaken Ávar Ráftam Batla Dajta Ecer Kalada. Szóval még mindig lehet azt mondani, hogy nem vitatkozik Rabbi Simon ben Elazarral. Miért? Azt lehet mondani, hogy Szumhusznak ez az általános szabálya, hogy minden a maga mérete szerint megy, ugyanúgy az éruvnál is a maga mérete szerint. Ez csak mire gondol? Nem a nagy étkőekre, hanem csak az átlagosnál kisebb méretekre. Kicsit nyakra teker, de így lehetne magyarázni, hogy nincs igazából itt vita. Oké, okay. Az utolsó szabály, amiről tanultunk a misnában, és amit itt még idézünk, az arról szól, hogy azt mondtuk, hogy ha az éruv, amit kihelyezek, az, és az én eredeti lakhelyem között van egy Bésza Prász, egy kételyes temető, egy csatatér, ahol bármikor előkerülhet egy csontdarab, egy emberi csont, egy emberi hullának a darabja, és tisztátalanná válhatok, mert kohanitának egy ilyen Bésza Prászon, egy ilyen csatatéren, egy ilyen kételyes temetőn nem szabad keresztül mennie. Mit mondom, Misna, ettől még meg lehet csinálni az éruvat úgy, hogy kettőnk között van egy ilyen. Azt mondja, a Talmud, de amarem judam, smuel, menna peach, adam, de Bésza Prász, vagyok, miért van ez így? Azért, mert a Béta Prászon mégis keresztül lehet menni. Mert mi merülhet föl egy ilyen kételyes temetőben?
nem az, hogy egész holttesttel találkozom, hanem csak annyi, hogy egy emberi maradványjal. Most, hogy mi a különbség, amikor egy egész holttestről beszélünk, meg egy emberi maradványról? A halotti tisztátlanságnak három formája van. Vivés, érintkezés és egy fedél alatt levés. Ugye a temetőben ebben a három között mi a különbség? Hogy az első kettő az egy nem teljes holttestnél is beáll, tehát hogyha én hozzáérek egy emberi maradványhoz, egy emberi testrészhez, akkor már tisztátalanná válok. Viszont, hogyha ohérről van szó, tehát hogy közös fedél alatt vagyunk, vagy én fölé megyek a halottnak, akkor ez csak egy egész holttestnél tesz tisztátalanná. Most ugye egy ilyen csatatéren nem egy egész holttestről tartunk, hanem felszántották a temetőt, vagy a csatateret. Tehát egy emberi maradványhoz esetleg hozzáérhetek. De ezt hogy lehet feloldani? Hogy mint az aknamezőn, fújok magam előtt, és nézem, hogy a por alól nem kerül elő egy csont, és így végigmegyek. Tehát keresztül lehet menni, és nincs gond. Rabbi Yehuda bar Ami, Mishmed Rabbi Yehuda Amar, Beiszaprasenidástahör, eleve azt nem is kell fújni, hanem az ember, ha már van egy lejárt ösvény ezen a területen, akkor ott már biztos nem lesz emberi csont, mert azt már megtaláltam volna, és ezért az amúgy is keresztül lehet menni. Végezetül mit mondtam is, na, hogy Rabbi Yehuda szerint még egy temetőn is keresztül lehet menni. Miért? Maximum a kohén csinál magának egy dobozt, és azt körbeveszi, és már olyan, mint hogyha egy... Ő, ugye mi a törvény? Ha én egy ohél vagyok, egy... fedelet képzek a halott fölött, akkor az nem lesz... akkor én tisztátalanná válok. De én magam is benne vagyok egy valami, de kettőnk között van egy fedél, akkor nem leszek tisztátalan. Ha beállok egy dobozba, és úgy megyek végig, akkor a doboz az egy plusz ohel, egy plusz edény, vagy egy plusz fedél. Tehát akkor így nem én képzek fedelet a halott fölé, hanem a doboznak az alja. Ezt meg lehetne csinálni. A szavár alja, zaruk, smély, aluk. Akkor ezek szerint azon az állásponton van, ami Huda, hogy a mozgó fedél is fedél. A pluszod állít a nai, de tánja, nihasz, oké. Innen fogjuk folytatni holnap este. Összefoglalva, akkor a mai este tanultunk azokról az esetekről, amikor valami igaz egy valakire, de nem igaz egy másik valakire, és akkor ilyenkor az a kérdés, hogy nekünk abszolút definíciók kellenek, vagy ezek a szubjektív definíciók is megfelelőek. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap este! Reményeink szerint folytatjuk. Isten áldását mindenkinek. Jó éjszakát, szép álmokat!